Másfél éve él a 223-as zár karácsai mögött Aurelio. A reality sztár már hozzászokott a szigorú szabályrendszerhez, miszerint csak egy alapos motozás után találkozhat látogatóval. Őszintén voltam már jobban is azért, de egy idő után az ember azért beleszokik ebbe a környezetbe, ebbe a helyzetbe. A botrányhős számára fontos volt, hogy ne legyen semmit tevő a börtönben, ezért már több mint egy éve napi rendszerességgel dolgozik. Egy nagyobb szalámi cégnek vannak pamut bevásárló szatyrai, és azokat nagyon szépen hajtom innen, oda, amoda, és csinálok a nagy szatyorból egy ilyen ekkora kis, hát egy kis hajtogatást, és akkor azt beleteszem egy szatyor, meg még kisebb zacskóba, és akkor abban belerakom a címkét, leragasztom, és akkor hát ilyen, inkább ilyen terápiás munka. A jó munkát a csekély fizetés mellett alkalomattán ételjutalommal is díjazzák, ami a börtön koszt után igazi felüdülés. Fogjuk fel egy menzán. Az én ízlésemnek nem mindig felel meg, de ezt el kell fogadni, tehát ez nem egy hotel. A körülményekkel kénytelen volt megbarátkozni, ám a bezártság és a szerettei hiánya sokszor megviselik Aurelio lelkét. Nagyon nehéz kijönni a mélypontból. Amikor ilyenkor erőt szokott adni, az, hogy tényleg már abban biztos vagyok, hogy már azért a nagyján túl vagyok. Hát meg ami erőt az a kislány. Aurelio kislánya, Sofia Annabella akkor született, amikor a valóságshow hős már a börtönben volt. A rácsok mögött tudta meg, hogy apuka lett, egy gyerekkori barátjától, akivel egy éjszakás kalandja volt a börtönbe vonulása előtt. Aurelio havonta kétszer beszélhet videón a szeretteivel, ilyenkor a kislányával és a gyermek édesanyjával lép kapcsolatba. A gyerek szerintem érzi, hogy nyilván van köztünk egy kapocs, és ahogy így egyszerűen csak így bámul rám, így néz, és van ott percek, így meg se tudok szólalni, hanem csak a szemébe nézek, és így elveszek benne. Aurelio régóta vágyott már az apaságra, ezt a szerepet teljes mértékben komolyan veszi. Mindenféleképpen elsődlegesen az a célom, hogyha kimegyek, hogy a gyereknek ugye mindent lehetőség szerint megadjak, és most nem az anyagiakra gondolok, hanem hogy ott legyek neki. Tehát jó apja akarok lenni a gyereknek. A médiasztár úgy érzi, nem csak ebben komolyodott meg, hanem sok más dologban is megváltozott a börtönben töltött idő alatt. Sok dolgot szégyelek az életemben, és a legtöbb, amit szégyelek, az azért tehát a párkapcsolataimban azért megmutatkozott, ahogyan én viselkedtem. 14 éves korom óta körülbelül párkapcsolatban élek, és így visszagondolva szégyellem azt, hogy voltak olyan nők az életemben, akiket nem becsültem. A börtön azért ilyen téren is megváltoztatott. Azt gondolom, hogy kétféle típusú ember létezik, most ezekben, amit én itt látok a körben. Az egyik, aki visszajön, és ugyanúgy bűnözni fog. Mert ezt ki kell mondani, sajnos vannak ilyenek. És van a másik, aki tanul belőle, és furán hangzik ez, de előnyére fog válni. És én az utóbbiba tartozom, mert én látom magamon, meg ugye a hozzátartozóim is, meg tehát a szeretteim, hogy én jó irányba változtam, hál' Istennek. Egyelőre még nincs biztos dátum a szabadulását illetően. Az egyedüli dolog, amit tehet, hogy bízik a legjobbakban. Nyilván nagyon remélem, és nagyon bízom abban, és mindent megtettem, és megteszem azért, hogy úgy szabaduljak, ahogy a kedvezményeim ezt engedik. Jó lenne, hogyha én lennék a karácsonyfa alatt rajánni. Talán a legjobban Aurelio édesanyja örülne, ha végre magához ölelhetné a fiát. Nem titok, anyám nagyon szenved. Szóval, tehát én egy szem fia vagyok, kevésbé bonyolult alakra vágyott volna szerintem. Nagyon szenved, és nagyon vár haza, de hogy ő is nagyon híz benne, meg látja, hogy ezért sok mindenben változtam, és örül neki. Most mondom, csúnya ezt mondani, de örül, hogy bejöttem a börtönbe, és hogy kicsit benőtt a fejem lágya. Szeretlek, anya.